Szeretettel köszöntöm a Hírefem Egri stúdiójából a hallgatókat, én Basgyűrit vagyok. Dr. Hibai Károly nagyon fiatalon, 34 évesen hunyt el 1924-ben, mégpedig a tífusz miatt, amikor az egyik betegét kezelte. Nagyon sokan szerették, tisztelték őt, többen mentek el a temetésére, és a szegények orvosának nevezték. Most egy kicsit talán az életébe, családjába, a történetébe jobban belepillanthatunk, méghozzá azért, mert egy kiállítás nyílt a liceumban, pontosabban egy Titelpály és a kiállítást dr. Szuromi Rita történész mutatta be, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban, örülök, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen a megkívást én is. Miatta most az apropóját a kiállításnak, és milyen anyagból dolgoztatok? Két apropója is volt most ennek a közelmúltban megnyílt kiállításnak. Az egyik apropója az volt, hogy száz évvel ezelőtt, május 9-én hunyt el Hibai Károly a szegények orvosa. A másik nagyon nemes aktualitás ennek a kiállításnak pedig az, hogy Hibai Károly unokája, Hibai Éva Fuvola művész felajánlotta a teljes Hibai család hagyatékát az Eszterházi Károly Egyetemnek, és ennek a hagyatéknak a gondozója a Tittel Pál könyvtár lett. Mi az, amit megtudhatunk róla a kiállítás kapcsán? Egy rendkívül gazdag anyag került az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemnek a birtokába. Mivel Hibai Károly nagyon rövid időn keresztül volt házas, tulajdonképpen másfél éven keresztül, és kilenc hónapos volt a gyermeke Hibai György, Gyuri bácsi, akit Heves megyében így ismertek. A család nagyon-nagyon gondosan eltett minden olyan iratot, tárgyi relikviát, igazolást, háborús emléket, ami Hibai Károlyra emlékeztetett. Hiszen ez ugye fontos volt az özvegynek, hogy emlékezni tudjon a férjére, fontos volt a gyermeküknek, aki nyilván kilenc hónaposan nem ismerhette még az édesapját, és ezeket a, a tárgyi emlékeket, író dokumentumokat tulajdonképpen három generáció őrizte. És ez egy nagyon-nagyon szépen egyben maradt és gondozott hagyaték, ami ugye most átkerült a az egyetemhez, és hát innentől kezdve akár kutathatóvá is válik azok számára, akit ez a korszak, illetve hát maga a hibai káró érdekel. Ha jól olvastam, hmm. körülbelül tíz napig vívott csatát a betegséggel, és minden nap szinte újságcikkek is jelentek meg, az emberek egymást kérdezték, hogy ki mit tud a doktor Minek köszönhette ő ezt a tiszteletet, népszerűséget? Egyáltalán mit lehet tudni az életéről? Ugye neki a családfája is azért egy nagyon jelentős egri személyiségekkel van tele, bár ő Szegeden született, de ugye Egerben élt és Egerben hunyt el. Szóval minek köszönhette egyrészt ezt a tiszteletet, illetve mit lehet tudni a család A tisztelet az tulajdonképpen abból ered, hogy őt már életében is a szegények orvosának nevezték és hívták rendkívül mély empátiával, humánummal fordult a betegei felé, és kiemelten figyelt azokra a hóstjai nagyon-nagyon szegény betegekre, akik adott esetben nem tudták volna az orvos kiszállási diát megfizetni, illetve a gyógyszert kiváltani a patikában. Ugye nagyon híres történet, ami hozzá kapcsolódik, hogy azoknak a hóstjai betegeknek, akik nem tudták kiváltani a gyógyszert, egy NS, azaz non-solvence, nem fizető monogramot jelet rakott a receptekre, és ezeket a non-solvence megjelölésű recepteket, az édesapja, Hibai György, aki ugye a kígyópatikának volt a tulajdonosa, ingyen kiadta a betegeknek. És ugye nem csak ez a humánum jellemezte őt, hanem gyakran előfordult, hogy egy kis apró pénzt csúsztatott a betegeknek a párnája alá, hiszen látta, hogy olyan szegény körülmények között élnek ezek a hóstjai betegek, hogy se tüzelőre, se egészséges élelmiszerre nem telik nekik, és nem, hogy ő fogadta volna el a doktornak járó kiszállási díjat, hanem még ő próbált ezeken a betegeken segíteni. És itt már említetted is ugye az édesapát, és így át is köthetünk a felhoz. Az édesapát, akinek a nevéhez fűződik a méltán híres kigyópatika. Szóval mit lehet tudni a felmenőkről? A hibai család már a 18. század első felében is itt tartózkodik Egerben, tehát ugye mondhatjuk, hogy a török kívüzősét követően ők már itt vannak. Családban az első szülött fiúk mindig a György nevet kapták, tehát összesen hat Györgyünk van. Tehát az első hibai György a szőlő tulajdonos volt a rátszegyen. Tehát ennyit őriztek meg róla az anyakönyvébejegyzések. Az ő fia Ádám, ő egy flastromozó volt. Na most ez a szó, ez nagyon érdekes, mert a flastromozó jelentette a seb tapasztót, de jelentette is és tehát ez mindenképpen valamiféle tapasztással kapcsolatos. Ugye társadalmi helyzetüket tekintve inkább az úttapasztás az, ami közelebb áll ehhez a családhoz még a 18. században. Ugyanakkor, ha végül tapasztó volt, akkor pedig már az orvoslás, a gyógyászat iránti valamiféle hajlam és érzékkiség mutatkozott meg itt a Ádámnak az életében. Most a következő két hibai, akik a 18. század, végén 19. század elején élnek, ők szabómesterek. És nagyon érdekes, hogy a családi hagyatéknak az első darabja tárgyi anyag, ami megmarad, ez a harmadik hibai Györgynek a vándorlókönyve. Ezt 1844-ben Egerben állítják ki, és minden iparos legény, aki útra kell és vándorol, hogy megtanulja a szakmáját, kap egy ilyen kis vándorlókönyvet, amiben leírják a személy hogy szőkehajú, arca kerek, szabály, tehát egy nagyon szép jellemrajzot adnak róla és amerre ő vándorol és tanulja a mesterséget, tulajdonképpen a történelmi Magyarország területét teljes egészében bejárja, ott minden egyes mester beírja a jellemzését és a véleményét. És mindenhol nagyon-nagyon pozitív véleményekkel távozik. Hazatér Egerben az 1860-as évek elején vásárol egy házat. Ez az a bizonyos újvilágúti ház, ami most a Hibai Károly útnak a sarkánál, és ugye a 90-es évek elejé óta egy tábla is jelzi, hogy melyik volt ez a ház, amelyet megvásárolt. Ez a vándorlókönyv azért is nagyon érdekes, mert hogy egy életen keresztül végigkíséri a harmadik hibai Györgyöt, hiszen ebbe írja be a házvásárlásának az árát, a felújításnak az árát, a tatarozásnak az árát, sőt a végén még egy ilyen leltárkönyvet is vezet, hogy milyen személyes ruháik, holmiaik, bútoraik, berendezéseik vannak. Tehát pontosan tudható, hogy egy ilyen középosztálybeli, már élete vége felé egy, egy tekintének örvendő iparos mesternek, miből áll mondjuk össze a ruhatára és a, a feleségének a stafírungja. Ami miatt viszont nekünk ez a harmadik Hibai György az érdekes, hogy ő volt az, aki már felismerte, hogy a, a tanulás az mindig a társadalmi mobilitásnak az alapja. És az egyetlen fiát, negyedik Hibai Györgyöt patikusnak tanítatta, tehát itt a társadalmi életében történik egy nagy előrelépés, egy pozitív irányú mobilitás. És Hibai György, negyedik, Kolozsváron szerez gyógyszerészok levelet. Kolozsváról elmegy Szegedre, ahol megismerkedik a feleségével Aigner Irénnel, és nagyon érdekes, hogy Aigner Irénnek is patikus volt az apja, és ugyanazt a patikát működteti Szegeden, amit egykor az apósa. Nem az apósától kapja meg, mert addigra már volt többszöri tulajdonosváltás, viszont ugyanazt a szegedi patikát működteti. Majd miután összeházasodnak, ugye megszületik a két gyermekük. György az első szülött, fiú 1889-ben, és Károly pedig ugye a mi történetünknek a hőse 1890-ben. Még két lány is születik ezt követően, Irén és Aranka. És ez a házas pár aztán elmegy Budapestre, ahol a Vámház körúton működtetnek egy patikát, majd nagyon rövid idő után hazatérnek. Hát gondolom, hogy ugye a családi, család is hazahívta, honvágy is hazahívta, és hát ekkor vásárolja meg a dobótéri kígyópatikát, ami akkor ugye a piac térnek nevezett kígyópatika. Ez egy nagyon-nagyon szerencsés vétel volt a részéről, mert hogy Buzát Lajostól vette meg ennek a patikának a működtetési jogát, és Búzát Lajos eladta neki az egri víz receptjét is. Erről az egri vízről tulajdonképpen azt kell tudni, hogy a 18. század elején, 17. század végén az egri ezsújták kísérletezték ki egy tömény alkoholba áztatott, nagyon sokféle összetevővel rendelkező gyógyfüvekből áztatott és kifőzött párlat tulajdonképpen, egy alkoholos párlat, és ezt az, az egriek nagyon szívesen fogyasztották mindenféle gyomorban talomra idegrendszeri bántalomra. Tehát ez kicsit ilyen hangulatjavító, kedélyjavító, <laughs> gyomortisztító hatása volt. És hát hibai György elkezdi forgalmazni ezt az egri vizet, ami hát óriási sikert jelent számára, anyagilag és egzisztenciálisan is, hiszen nagyon viszik az egri vizet, mert hogy ugye közvetlenül a piac mellett áll ez a patika, tehát azok, akik piacra mennek, piacra jönnek, előszeretettel vásárolják, akár ilyen kis kérdet, és picik és flakonokban, akár literes kiszerelésben is Haza. Ennek majd az lesz a következménye, hogy lesz Szegerben egy jó nagy per, amikor a három patika, akik forgalmazzák ezt az egri vizet, ők perre mennek, hogy kié -e a, a egri víz forgalmazásának a joga. Jezsuita patika, az irgalmas rendi patika, és a dobótéri kígyó patika azok, akik forgalmazzák ebben az időben. És hát végül is Hibai György elveszti ezt a pert, tehát ő tovább nem forgalmazhatja 1904 utána az egri vizet, de addigra tulajdonképpen már anyagilag és egzisztenciálisan is egy nagyon bevezetett és elismert hely lesz a dobótéri kígyó patika. Most a családtól függetlenül nagyon felkentetted az érdeklődésem. Mi lett az egri víz története? Az első világháború előtt még lehetett tegerben kapni, majd ezt a párlatot betiltották, és ami a kiállításnak az Eszterházi Károly Egyetemen az egyik érdekessége volt, hogy ugye ebben a hagyatékban megőrződött az egri víznek az eredeti hiteles receptje, és a kémia tanszéknek köszönhetően elkészítették újra közel száz év után az egri vízet, és akik ott voltak ezen a kis kiállítás megnyitón, ők tulajdonképpen meg is kóstolhatták, hogy milyen volt ez a párlat. Megkóstoltad? Nem kóstoltam meg, mert kocsival mentem. Megillatoztam, egy rendkívül mentás, erőteljes és tulajdonképpen az illat alapján egy ilyen, ilyen menta dominált benne, amit, amit lehetett érezni. De hmm. akik kóstolták, azt mondták, hogy rendkívül erős. Jaj, kérdezni, Igen, 50% oh. körül, Ilyen menta íző, és nagyon-nagyon erős. Hmm. Na, térjünk vissza a családhoz. Ugye Károly már itt végezted iskolai tanulmányait, de pontosan hol? A Ciszterek Gimnáziumában és ezt követően a Magyar Királyi Orvosi Egyetemen tanult tovább. Ő Én... volt, bocsáss meg ebben a generációban, aki diplomát szerzett, vagy a testvérei közül is volt. A, -a testvére, ő gyógyszerész lett. Ja, ő is gyógyszerész lett, mint az apa. Mm -hmm. Az orvosi egyetemet, tehát Budapeste végezted, de aztán hazavágyott, ezek szerint visszajött. Nem, hanem Innsbruckban tanult még tovább. Ugye a, az orvosi egyetem és az orvosi pálya azért volt egy kimagaslóan nagy lépés a társadalmi hierarchiában felfelé, hiszen amíg a gyógyszerészeknek elég volt elvégezni egy gyógyszerészeti egyetemet, és nem volt semmiféle külföldi tanulmányúthoz kötve a diplomája megszerzése, az orvosoktól még a 20. század elején is elvárt volt Füle külföldi tanulmányút. Tehát ez anyagilag is jobban megterhelte a családot, időben is sokkal többet jelentett, tanulásban is sokkal keményebb volt. Tehát ez már azt jelenti, hogy Hibai Györgynek a patikusnak már volt annyi anyagi háttere és bázisa, hogy ő már megengedhette magának azt, hogy a fiát tanítatni tudja. És ebben már ugye benne volt egy budapesti képzés, benne volt az Innsbrucki tanulmányút is, tehát ez már mindenképpen azt jelenti, hogy egy, egy gazdaságilag is, és anyagilag is egy presztis emelkedés uh -huh. figyelhető már meg itt a család történetében. És ez a külföldi tanulmányút ez milyen hosszú volt? Hibai Károly esetében ez egy egyéves tanulmányút volt, és ugye nagyon érdekes, hogy hogy ő pont akkor fejezi be az egyetemet, amikor kitör az első világháború. És várta a katonai és, szolgálat. Igen, mégpedig ugyanott, ahol ugye Innsbruckhoz kötődően ő ott marad Tirolban, és egyéves önkéntes katonai szolgálatra vonul be. Tehát neki már ugye ez a Tiroli vidékez ismerős volt, és az egyéves önkéntes katonai szolgálat lejárt, akkor nagyon nagy dilemmában van, hogy vissza ő Magyarországra, vagy tovább szolgáljon katonaként. Nagyon érdekes a családi levelezés, hiszen a, a bátya György, aki patikus, ő viszont munkácson szolgál patikusként. És a két testvér levelezik egymással tábori lapokon, és Hibai Károly a testvérével beszéli meg ezt a dilemmát, hogy nem tudja, hogy mit csináljon, hazatérjen, vagy tovább szolgálóként maradjon, én már rendesen a fronton. De mi okozta benne a dilemmát? Visszajöhetett volna orvosként Budapestre gyógyítani, illetve hát beállhatott volna a monarhia cseregébe harcolni. Tehát neki e között kellett választani, hogy ki marad a harctéren, vagy pedig a hivatásának szenteli az életét Budapesten, és hát ő természetesen a nehezebbik utat választotta, ő kint maradt rendes frontszolgálaton Tirolban, és hát 1918-ig folyamatosan kint van a harctéren. De aztán hazatér, és megismerkedik, vagy nem tudom, hogy ekkor, de valamikor megismerkedik a kedvesével, egy bálon, ha jól tudom. A hazatérése után ő még Budapesten leteszi a szakvizsgáit, szülősznő, nőgyógyász, orvos, illetve belgyógyászati szakvizsgát tesz, és hát tulajdonképpen a következő két évben éli a pesti orvosoknak az életét, gyógyít, szakvizsgázik. Megmaradt egy nagyon érdekes újságcikk, amikor egy fotóriporter lefotózta őt a Dunai Korszón fiatal emberek társaságában. Tehát ebből gondolhatjuk, hogy hát tulajdonképpen ennek a pesti fiatalságnak az életét éli a 20-as években majd a nagy fordulat 1922-ben következik, amikor Parádfürdőn megismerkedik Hartl Edittel. Ez egy nyári Annabál esetében történik, és a Kölner Irma néni, aki a Hart családnak egy leszármazottja, ő mutatta be a két egri a Parádfürdői Annabálon, és július 29-én ismerkedtek meg, és októberben össze is házasodtak Budapesten. Hmm. Ugye azért Budapesten, mert ekkor még Hibai Károly budapesti lakos, és hát az egri kötődésű hart Edit, szintén az édesapjával, illetve a családjával, ekkor szintén Budapesten él. Hmm. Az Edit családjáról mit lehet tudni? törzsgyökeres Egris családnak mondhatjuk őket. Edithnek a nagyapja volt az a Hart Ede, aki 1876-ban, amikor átszakadt Tiszaigát egy jeges árvíz következtében, és elöntötte Tisza halászt és sarudót. Ő volt az, aki ott közvetlenül mentette az embereket és ezért az ember mentésért 1880-ban nemesi rangot kapott. Tehát ők 1880-tól nyárádi hart néven tagjai lettek a magyar nemesi társadalomnak. Itt éltek ugye Egerben, és hartedének és feleségének Poldrugács Rújzának 11 gyermeke volt, és ezek közül az egyik gyermek, Károly, ő tulajdonképpen gyógyszerész lett. Most Hartediknek az édesapjáról beszélünk. Ez a Hart Károly ő Győrben lett patikus, majd miután a győri patikának a jogát visszaadta, Pestre került a vegyvizsgáló állomásra. Tehát a család egészsége ellenére egy rövid ideig győrben majd Pesten él, és ezért is van az, hogy Hibai Károly és Hart Edit, tulajdonképpen Pesten házasodnak össze, és hát innentől kezdve a fiatalok viszont visszavágynak Egerbe, hiszen mind a kettőjüknek itt van a családjuk, és 1923 elején meg is történik ez a visszaköltözés. Már megszámolni is nehéz akkor, hogy hány patikus van összesen a két családban. A fiatalabb generáció között is volt patikus? Igen, és az oldalági részeken is van patikus. Hát ha most ugye összeszámoljuk, akkor hibai Károlynak az édesapja, György, ő patikus volt. Az apósa, Aigner Károly patikus volt. A feleségének az édesapja, Hart Károly, szintén patikus volt, és a testvére György is patikus volt. Ugye ennek a rendkívül nagyszámú gyógyszerészeti irányú végzettségnek az az egyik oka, hogy a 19. századnak a második felében a vegyipar nagyon dinamikusan fejlődött. Ez egy rendkívül gyors felfutású iparág volt, és akár a vegytan, akár a kémia, akár a vele kapcsolatos biokémia, a gyógyszeripar, ez nagyon-nagyon dinamikusan fejlődött. A polgárságnak ez a feltörekvő és az új kihívások iránt érzékeny rétege megértette azt, hogy a, a vegyiparban, a kémiában, a biológiában, a gyógyszerészetben van távlati perspektíva. Tehát ennek köszönhető ez, hogy ebben a gyakorlatilag két polgári családban ennyi patikus összejött tulajdonképpen két generáció alatt. Említetted, hogy Károly nem sokáig udvarolt Editnek, viszonylag hamar összeházasodtak, akkor ez egy ilyen nem tudom, hogy erről van-e visszaemlékezés, ez én szerelem volt első látásra. Biztos vagyok benne, hogy igen. Ugyanis Hartedit megőriztem. Ennek az Annabálnak a meghívóját is, az etikettkártyáit is, tehát minden olyan kis tárgyi emléket, amihez a Anna Annabálhoz kapcsolódott, megtaláltuk a hagyatékba. Tehát biztos, hogy ez egy mély, mély kapcsolat és mély érzés lehetett, hiszen azért az ember ilyen fajta relikviákat akkor őriz meg, és akkor teszi el, hogyha évtizedek múlva is szép emléket jelent számára. És ezek ugye most bekerültek azokba a bemutató vitrénekbe is, amik a kiállítás kapcsán készültek az egyetemen. Hol lakott a fiatal pár, amikor visszatért Gerbe? A piactér sarkán béreltek egy lakást, nem volt nekik kezdetben saját lakásuk. Ez tulajdonképpen egy emeletes épület volt az Érsekút és a Dobótér sarkánál. A földszinti részt rendezte be Hibai Károly a magárendelésének, illetve hát az emeleten volt a családnak az otthona, és hát itt kapott helyett Hibari Károlynak a könyvtára is, ami egy nagyon-nagyon szép és nagy kiterjedésű könyvtár volt. Érdekessége az, hogy ugye a doktornak volt arra ideje, és hát valószínűleg, hogy annyira szerette a könyveket, hogy minden egyes könyvébe beleragasztotta a saját ex librisét. Ez az ex libris egy szoptató anyát ábrázol, illetve a sarkában pedig a szüléshez használt különböző eszközök és fogók láthatók. Tehát tulajdonképpen a hivatását is kifejezte ezekben az ex még a pályájának viszonylag elején van azért, amikor hazaköltöznek, és sajnos nem sok évről beszélhetünk, ugye, ameddig még élt, hiszen említetted, hogy 22-ben ismerkedtek meg, és hát ugye 24-ben hunyt el. Mégis ez alatt, a rövid idő alatt is nagyon ismert és elismert szakemberi orvossá, köztiszteletben álló emberé vált ő itt Egerben. Ez hogyan indult el ez a folyamat. Tehát hazatértek, ugye ő elkezdett magánpraxisban dolgozni, ahogy mondtad. Nyilván az édesapját, a gyógyszertárat, azt sokan ismerték már, de őt, hogy született meg ez a, ez a, ez a, a magánpraxis mellett dolgozott a kórházban is, tehát kórházi gyógyítást is vállalt. E, tulajdonképpen ez a hatalmas munkabírás és emberség volt az, ami nagyon gyorsan felhívta Hibai Károlyra az egrieknek a figyelmét. Hogy többször elgondolkodtam, hogy miből fakadhatott ez. Hmm. Az biztos, hogy közrejátszott benne a harszéri tapasztalat, hiszen orvosként a harsztéren folyamatosan halállal, gyilkolással, leamputált lábakkal, emberi szörnyűségekkel és sorscsapásokkal találkozott. Tehát biztos, hogy a háborúnak a négy éve közrejátszott. De az is biztos, hogy az a társadalmi mobilitás, amin a hibai család keresztül megy egerben, és amikor a tiszteletnek örvend az apja, Ugye az apja feltajmester volt, dobószobor bizottságának a pénztárosa volt, tehát azért társadalmi szerepet is vállalt. Ők valahol ezt az egészséget tényleg komolyan vették, és megpróbáltak a tiszteletből valamit visszaadni. És hát nyilván hol lehet visszaadni, ott, ahol a legnagyobb szükség van rá, a szegények és az elesettek, és azoknak a körében, akiknek tulajdonképpen az egészségügy, az orvos nem volt egy megfizethető, elérhető, vagy egy természetes dolog. Ez lehetett az emberségenek az egyik alapja. A másik viszont, hogy ő nagyon sok mindent csinált a magánpraxise és a kórházi gyógyítása mellett. Többek között például vezetője volt a Stefánia Intézetnek, ami ugye az anya és csecsemővédelemnek a fejlesztését tűzte ki célul, és az első egri munkásbiztosítónak az orvosi feladatait is ellátta, mégpedig ingyen és térítés nélkül. És volt még egy nagyon nagy szabású terve, ami már nem valósulhatott meg emiatt a rövidre szabott élet miatt. Ez pedig az volt, hogy ő szerette volna Egerben a tükörfürdőt bevezetni, mert hogy ő rájött arra, hogy az egri gyógyvíz az nagyon jó hatással van a terhesnőknek a szervezetére. Egyrészt ugye könnyít, tehát a vízben való mozgás egyébként is könnyíti a terhességnek az elviselését, másrészt pedig hát az egri víz az különböző jótékony hatásokat fejt ki a szervezetre, és ez pedig különösen kívánatos a terhesség időszakában. És szeretett volna egy olyan tükörfürdőt létrehozni, ami kifejezetten a terhesnők számára lett volna egy gyógyászati céllal, de hát erre már sajnos az ideje kevés volt. Még mielőtt a betegségéről beszélnék meg az, hogy hogyan, hogyan reagáltak az egriek, azt lehetett tudni, hogy Egyébként milyen társadalmi életet éltek? Tehát vagy egy családdal. Vannak -e erre visszaemlékedések? Későbbi mennyétől, Alice nénétől, aki ugye nyilván már ő nem ismerhetett, azt mesélte, hogy Edith, akit a családban Didinének hívtak, mm. mindig azon panaszkodott, hogy nekik tulajdonképpen életük sem volt, hiszen hibai károlynak a napjai az a gyógyítással telt el. Éjszakai szort csengettek hozzájuk, hibai károly öltözött, ment a betegekhez. Felmaradt egy nagyon érdekes történet, és ezt egy betegének a levelem őrizte meg. Egyik este hívták a doktort egy hóstjai beteghez, és hát a hóstjai beteg kérdezte az orvost, hogy hát iszik -e el egy kupicát, és hát a doktori volt a beteg egészségére, mm. és a betegnek a lány ezt később úgy fogalmazta meg, hogy és édesapám már is jobban lett a doktor embersége láttam. Tehát ö, időt szent az emberekre, nem csak a fizikai gyógyítás, hanem a mentális kezelés is része volt ezeknek a beszélgetéseknek. Tehát ö, tulajdonképpen nagyon, nagyon kevés ideje jutott a család életre, és hát még kevesebb ideje jutott társasági életre. De azt hiszem, ezt nevezik hivatásnak. Így van. Na és akkor mi történt azon a napon pontosan? Hát ez a tragikus utolsó tíz nap ez úgy kezdődött, hogy egy nagyon elhanyagolt és ápolatlan asszonyt vittek be a kórháznak a belgyógyászati osztályára, és egy ilyen sötét öm, ablak nélküli helyiségbe helyezték el. És hát hibai doktor bement, hogy megvizsgálja, és a tető a betegről, rámászott hibai doktorra, és megcsípte. Na most a tetőről ugye tudni kell, hogy a tífusznak a terjesztője, és azon kevés betegségek egyike, ami képes embert is megfertőzni, tehát nem csak állatról állatra terjed, hanem ugye ember esetében is fertőzést okoz. És hát a doktor április 30-án már érezte, meg észlelte magán a kiütéses tifusznak a tüneteit, és egyetlen egy cédulát rakott ki az ajtajára, beteg vagyok, pár napig nem rendelek. És a betegség lefolyása az tulajdonképpen nagyon hektikus, tehát hol jobban van a beteg, hol rosszabbul, próbálták mindenféle korabeli készítményekkel kezelni. Kórházban ápolták? Nem, odahaza ápolták, viszont a kórháznak a legjobb orvosai voltak mellette. Többek között az a Sándor Imre, akiről most ugye Egerben már utca van elnevezve. És tíznapos gondos kezelés ellenére is, ugye május 9-én este feladta a szervezete a harcot, és hát ebben ugye az volt a tragikus, hogy ez az elhanyagolt ápolatlan asszony meggyógyult, hibai doktor viszont az életét vesztette. Arról milyen dokumentumok maradtak fönt? Én említettem már, hogy például újságcikkek, hogy hogyan reagáltak erre az egrék, tehát hogyan szorítottak, hogyan kérdezősködtek a doktor úr állapotáról. A korabeli lap, az szinte minden egyes nap írt a doktor állapotáról. Folyamatosan tudósítottak, hol remény kell hol, hol öm, reményvesztettebben. És hát ami nagyon érdekes volt, hogy azt írja az egyik korabeli lap, hogy az egriek között a köszönés helyett az hangzott el ezekben a napokban, hogy hogy van hibai doktor. Tehát a városnak a lakosságát felekezeti hovatartozástól, társadalmi helyzettől függetlenül eddig szinte soha nem látott mértékben egyesítette ez a fajta aggodalom, amit a szeretett orvosuk éreztek, és ez ugye majd a temetéskor is látszik, amikor egy tízezres tömeg gyűlt össze, és még az aznap a megkérdetett foci meccset is le kellett mondani, illetve el kellett helyezni, hiszen tudták, hogy a város lakossága nem meccse fog menni, hanem Nos, az édesapáról van-e ekkor tájban bármilyen fönnmaradt visszaemlékezés? Az édesapa ekkor még vezeti a kígyópatikát. patikát. Károly személyiségéről csak egy érdekes adalék, hogy ő mindig azt mondta, hogy azért lett a patikájuk kígyó, mert a két vásáról az kígyógyul a betegségből, tehát hát. valószínűleg, hogy humorérzéke is volt a doktornak. Tehát az édesapja ekkor még vezeti a patikát, nem sokkal két évvel éli túl a fiát, és hát a családi legendák szerint, mikor megtörténik a tragédia, akkor Hibai György egy nagy halom, nagy köteg, non feliratú receptet mutat fel, és azt mondja, hogy ennyi maradt a fiamból. Edittel mi történt a későbbiekben? Editnek és a hibai családnak megromlott a viszonya a Károly halála után, ugyanis az anyósa szemére vetette később, hogy nem volt a férje mellett ebben a tíznapos küzdelemben. De kilenc hónapos. Pontosan jól látott, hiszen ez volt az oka, hogy maguk az orvosok tiltották el a feleséget attól, hogy egy kilenc hónapos pici baba mellett nem lehetett ott a fertőző beteg férje mellett. És igazából Aigner Irén ezt az anyósa soha nem tudtam kiheverni, hogy elvesztette a fiát. És ugye ebben az időszakban ezeknek a társadalmi helyzetű lányoknak, asszonyoknak nincs olyan végzettség a kezükben, amivel ő el tudott volna helyezkedni dolgozni. Viszont egy nagyon előkelő intézetbe járt ez a Notre-Dame-des-Sion Pesten, ahol viszont rendkívül nagy kézügyességre tetszert, és nagyon nagy nyelvtudása volt, tehát ő a következő években nyelveket oktatott, illetve kiváltotta az iparengedét, és iparművészeti dísztárgyakat készített. És tulajdonképpen még itt sem igazán tudta volna eltartani önmagát és a fiát, hanem az édesapja Hart Károly költözött le hozzá Egerbe, és tulajdonképpen ő volt az, aki a lányát és az unokáját támogatta, a, tulajdonképpen mindaddig, amíg György le nem érettségizett félhez ment Nem, ő tulajdonképpen a Hart nagynénikkel együtt élt, és tulajdonképpen neki az volt az élete célja, hogy az egyetlen egy fiát tulajdonképpen útra tudja bocsátani, és egy olyan szakterületet, egy olyan szakmát adjon a kezébe, amivel a fiának a jövője biztosítva lett. És az végül nagyon ügyesen ráérzett arra, hogy egy olyan fiúnak, aki mellett nincs apa, csak nagyapa, illetve nagynénik, de neki kell egyfajta férfi szigor, és ezért tulajdonképpen teljes egészében megbízott a ciszter pap tanárokban, tehát Hibai Gyuri bácsinak a nevelését, nem csak az oktatását, de a nevelését is a ciszter tanárok végezték, és ő tulajdonképpen élete végéig hűséges maradt egyrészt az intézményhez, másrészt pedig ehhez a szellemiséghez is, amit ő kapott. Hogyan emlékezett meg később aztán az utókor Hibai Károlyról, mind a mai napig? tulajdonképpen érdekes, hogy sosem felejtették el. Már a 70-es években elnevezik az új Világ utcát Hibai Károly utcáról, és igazából a kultusz a 90-es években fut fel, amikor 91-ben a Városszépítő Egyesület megjelöli egy emléktáblával a Hibai házat, ugye a Hibai Károly úton, majd az ottani óvoda is felveszi a doktornak a nevét, illetve 2014-ben az egykori lakóházának a Falán is elhelyeznek egy emléktáblát, és hát uh, Hibai Györgyné, Alice néni, aki ennek a hagyatéknak a gondozója volt több évtizeden keresztül. Az ő akarata volt, hogy hozzanak létre egy olyan Hibai Károly emlékgyűrűt, amivel minden évben a legjobban teljesítő 40 év alatti fiatal egri orvosoknak a munkáját ismerik el. És hát tulajdonképpen a századik évfordulóra pedig mondhatjuk azt, hogy a hagyaték egy közgyűjteménye vált, és egy nagyon színvonalas és méltó kiállítást kapott Hibai Károly. Ez a hagyaték valójában milyen dokumentumokból lépő föl? Tehát újságcikkek, fotók, levelezések? Nagyon gazdag az anyag, ezért inkább én, én most arra térnék ki, ami a szívemnek kedves. Ugye itt Értékes és érdekes az első világháborús képes lap, ami Hibai György és Hibai Károly, tehát a testvér, két testvér között zajlott. Hibai doktor nagyon sokszor úgy ábrázoltatja magát, és úgy készülnek el ezek a fotózott képes lapok, hogy betegek körében van. A testvére viszont, aki György volt, és patikus volt, és munkácson szolgált, ő viszont a kórháznak a patikájában fotóztatja le magát. Tehát tulajdonképpen nem csak a tartalmi részei érdekesek ezeknek a képes lapoknak, hanem a fotó és ha meglátjuk, akkor látjuk azt, hogy Hibai Károly fehér köppenyben, vörös keresztes jelvényel, kórházi ápolónőkkel körülvéve egy-egy beteg körül látható, illetve ugyanezt láthatjuk György esetében is, csak ő mögötte ugye a patika és annak a felszerelése látható. Nagyon mély nyomot hagyhatott benne ez a négy év világháború, teljesen természetesen, hiszen például hazahozott egy havasi gyopár, ami ugye a hegyi vadászoknak egy jelképe, és ez a hegyi gyopár, ez száz éve megvan egy lepréselt és lenyomatott formában, illetve hát megőrizte a fronton használt kulacsát és ezt az ivó kulacsot, ivócsanakot, És hát természetesen megmaradtak azok a dokumentumok, amit a monarchia hadseregében kapott, akár személy, akár, akár, katonai pályának igazolására. És nagyon érdekes, hogy ezeken a dokumentumokon Hibai Károlyt mindig Forn szócskát oda teszik a nevem mellé, és egy Heubó előnevet használnak. Tehát úgy tüntetik fel a monarchia dokumentumai, mint hogyha ő nemes lenne. Na most a hibai család soha nem volt nemes, sem előtte, sem utána nem történik olyan névhasználat, ami a nemességre utalhatna. Ez inkább egyfajta ilyen presztis fokozás volt a monarchia részéről, tehát ezzel is próbáltak valamiféle rangot adni az orvosnak a tevékenységének, hogy egy ilyen nemesi előnevet használtak, holott Semmilyen személy az olványban és dokumentumban ez soha nem bukkant fel. De ugyanakkor nagyon értékes anyag, hogy megmaradt hibai károlynak az összes iskolai bizonyítványa, megmaradt a doktori oklevele, ami egy gyönyörű pergamenre, egy eredeti pergamenre nyomtatták ki. Ugye megmaradtak a házasságuknak az első emlékei, a családkönyv, amiben majd a születendő gyermekek neveit kellett volna bevezetni. Tehát egy nagyon gazdag és nagyon értékes anyag. Hát ez egy nagyon fontos kort dokumentum is. Te mikor ástad bele magad az ő történetükbe a kiállításra, vagy jóval korábban? Én tíz évvel ezelőtt kezdtem el ennek a családnak a kutatását, mégpedig nem is Sibai hanem Hartedével. És ugye Gyurka bácsinak a felesége Alíz néni, tehát Hibai Károlynak a menye, mutatta meg először a hard dokumentumokat, és amikor a hard család történetének a feldolgozásával végeztünk, akkor áttértünk a Hibai hagyatéknak a átnézésére. Nekem még nagyon nagy szerencsém volt, hiszen Alizné néni akkor még élt, és ő közvetlenül Hibai Károlynak a fiától, illetve az özvegyétől tudta meg ezeknek a tárgyaknak a történetét. Tehát ő tárgyról tárgyra haladva mesélte a család történetét, mutatta meg, hogy melyik tárgyhoz milyen legenda, milyen esemény fűződik, mit mondott az özvegy, mit tudott Gyurka bácsi ezekről a tárgyakról. Tehát én tulajdonképpen még ezt 2012-ben tudtam darabonként átnézni, és mondhatom azt, hogy egy, végülis egy közvetlen forrásnak a segítségével. Beszéljünk még egy pár mondatot a leszármazottakról, az egyenesági leszármazottakról, hiszen ott is van kire büszkének lennünk. Igen, egy úrkabácsinak és Alész három lánya született. Alész a legidősebb Pestenél. A középső kislány Györgyi Kő egy napos korában meghalt, és Éva Hiba Éva a legkisebb, aki ugye fuvola művész lett, sokáiként tanított helsinki a Sibelius Akadémián, és hát nemrégiben visszaköltözött, és most az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemnek a mestertanára. A kiállítás meddig látogatható? A kiállítás október végéig látható a Tittelpál könyvtár előtti folyosón, illetve a tervek szerint készülni fog majd egy katalógus, amelyben hibai károly életének a részleteire is kitérünk, illetve fotókon is bemutatjuk ennek a kiállításnak a legszebb és legértékesebb darabjait. Tehát, hogyha októberben bezár a kiállítás, a katalógus akkor is őrizni fogja ezt a korszakot, illetve ennek a kiállításnak az anyagát. Ahogy téged hallgatlak, valahogy olyan érzése van, mintha nekünk is lett volna egy szemülvejszünk. Egy olyan orvosunk, aki nem anyák megmentője, nem a szegények megmentője. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk. Köszönöm szépen és a lehetőséget. Kedves hallgatóink, köszönjük Önöknek a figyelmet. Ha teheték, látogassák meg a kiállítást a Liceumban, a Tittelpán Én köszönöm, hogy itt voltak Önök dr. Szuromiritát és Vasüditot hallották. Tartsanak velünk máskor is. Viszont hallásra!